Felkérem Lukács János, a tanyagyokkal a szakcsoport kutatási tevékenységével számolja meg. Amelyek nem feltétlenül kötődnek szerződésekhez,
sokkal inkább a már emlegetett kapcsolatokhoz, amelyekről az előző előadás végén hallottunk. A kutatók munka fő tárgykörei szintén három csomópont köré csoportosíthatók. Az egyik természetesen a szerkezeti integritás, élettartamgazdálkodás. A másik, ha nem sorolom be az előzőbe, akkor a károsodásokkal összefüggő kutatások, káresetek elemzése, károsodási folyamatok vizsgálata, modellezése, illetve terhelhetőséggel összefüggő elemzések, és harmadszor az anyagtulajdonság oldal, anyagtulajdonság meghatározása, és talán mondhatom, hogy hagyományosan koncentrálva ebben a törésmechanikai jellegű ismeretekre és mennyiségekre is. Ezen a három fő területen szeretnék nagyon röviden néhány példával illusztrációkat mutatni. Itt a kis logók a fóliák alján mindig azt próbálják jelezni, hogy kik finanszírozták ezt, vagy kikkel voltunk kapcsolatban ezeknél a területen. Az első nagy csoport a szerkezet, integritás, élettartam, gazdálkodás. Itt valóban ennek a kicsit talán idegenül hangzó új fogalomkörnek a keretében dolgoztunk. Kompozittal erősített hibrid csövek integritása majdnem a fél időszakot átvette ebből az évtizedből. A csővezeték integritás irányítási rendszer, az európai irányelvek szintén csővezetékek, de így körvarratokra vonatkozóan, illetve volt egy szintén komoly feladatunk a termékvezeték, egy termékvezeték építési problémája és annak további üzemeltethetőségével kapcsolatban. Néhány szó mindegyikről. A hibrid csövek integritása keretében a mi feladatunk, ugye mi csak az egyik részvevői voltunk ennek a munkának, de a vezetői, mind az OTKA, mind a GVOP programban. A hibrid csövek fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása, élettartam becslés volt. A feladat elemeket felsoroltam, nem fogom mindegyik fóliánál elmondani és ismertetni. A képek pedig mindig egy-egy példát mutatnának. Ahogy említettem, a mi legfontosabb munkánk a fárasztó és epesztő vizsgálatok elvégzése volt. Kísérleti csőszakaszokon megerősített és megerősítés nélküli hibátlan és hibát tartalmazó csőszakaszokon 100 000 igénybevételi számig. Terhelési frekvencia 0,2 Hz. Ebből azt hiszem kiszámolható, hogy körülbelül milyen fajsúlyú feladatot jelentett ez. Egy picit az alapkutatási elemre is utalnék. Itt látunk egy mesterséges hibát ezen a bizonyos kísérleti csőszakaszon, amelyet nyúlásmérő bélyeget kell, és más nyúlásmérő, pontosabban elmozdulásmérő eszközzel felszerelve próbáltunk a mechanikai modellezés számára is olyan alapkutatási jellegű tevékenységet végezni, amellyel ez az egész problémakör komplex módon megközelíthető és kezelhető volt. A csővezeték integritás irányítási rendszer, hadd kezdjem azzal, hogy állítólag az első ismert gázvezeték az bambuszból készült Japánban, igen régen. Az első olajvezeték acél és vakú, 120-30 évvel ezelőtt, és 2001 az a két irányelv, szabvány, amely egyrészt az amerikai kőolajintézet, másrészt az amerikai mérnök egyesület adott ki, ennek is persze megvolt a maga oka, hogy miért pont akkor, a MOL pedig, hadd mondjam ilyen egyszerűen, hogy MOL, 2002-től foglalkozott ezzel a kérdéssel, ami adhatós támogatásunkkal. Óriási történelmi időszak. A cél vagy a feladat ennek a bizonyos csővezeték integritás irányítási rendszer, pipeline integrity management system, nem biztos, hogy elég szerencsés a magyar fordítás, hazai bevezetése volt. Két ütemben kellett a feladatot elvégezni. Az első ütemben tulajdonképpen megfogalmaztuk mindazokat az elemeket, amelyeket egy ilyen rendszernek tartalmaznia kell. Itt egy kis ábra mutatjuk, hogy kapcsolódik a izó, tehát a
minőségirányítása, környezetirányítási, illetve az egészség és biztonságvédelmi rendszerekhez, ahol ugye itt lenne a mi javaslatunk. És a második ütemben, ami már egy bevezetési fázis után volt, át lehetett már tekinteni a koncepciót, és rátértünk további elemekre, úgy, mint a súlyos balesetek megelőzési irányelveinek kidolgozása, és meg kellett vizsgálnunk a belső szabályzatok koherenciáját. Ez utóbbit azért emelem ki, mert úgynevezett koherencia mátrixokat képeztünk. Példaként itt egy ilyen mátrix, ahol a saját javaslatainkat, itteni és korábbi javaslatainkat hasonlítottuk össze nemzetközi, illetve a MOL-on belül működő irányelvekkel, szabályokkal, és természetesen teendőket is fogalmaztunk meg. Ez egy kiragadott példa, ez a táblázat is több oldalas, azt hiszem a szemléltetéshez ez megfelelő. Ugyanígy az integritás keretében a csővezetékek körvállalatainak integritása volt a középpontban, ez a European Pipeline Research Group irányelveinek hazai bevezetéséről szólt a feladat. Ugye, ha egy kis puzzle-t vetétek, akkor nagyjából a körvállalat integritás ezeket az elemeket fogalmazza meg, és mi a mi fő irányunk, vagy a kutatás fő iránya az volt, hogy vajon a három európai szint közül melyik vezethet Magyarországot, illetve mi annak a feltétele, hogy mindhárom szintbe vezethető legyen. Itt a harmadik szintre vonatkozó diagramos követelményrendszer látszik csak szemléltetés kedvéért. A második fő blokk káresetek, károsodási folyamatok, terhelhetőség, itt ezek a pulcsszavak, káresetek, szilárdsági méretezés, terhelhetőség, javítás. Nagyon színes a kép, az orvosi implantátumokig bezárólag. Néhány konkrét káresetről felvétel, olyan, ami egy konkrét szerkezeti eleme, egy szállítócsiga, egy gázvezeték és vízvezeték keresztezés, egy kopásnak kitett vezérlő alkatrész, illetve egy tolózár a különböző partnerektől. Természetesen fontos feladat a témakörben káresetek megelőzése is, itt a propántorony varrat hibáinak javítását emelem ki, ahol nem csak az volt a feladat, hogy mindezt kidolgozzuk, hanem a javítás felügyelni és a javítás utáni minősítést is el kellett végezni. Egy érdekes feladat volt a polimer mátrixú kompozit anyagú tetőtartó elemek terhelhetőségének a jellemzése. Itt a tönkremenetelre kellett valamit mondanunk. Mínusz 40, plusz 25 és plusz 80 fokon végzett szerkezeti elem vizsgálatok adták az alapot, és ezek alapján tudtunk a tönkremenetelre jellemző értékeket mondani. Itt egy negatív főmérsékleten nyomással tönkrement tetőtartó elemet látunk. Érdekes és bevezetésig elmenő feladat volt a lyukadások elhárítása üzem közben, elsősorban ideiglenes jelleggel, ez megint csővezetékek témaköre. Itt látjuk a modellt, és a feladat elemekben ugye egyrészt numerikus szimulációval és gyakorlati mintadarabbal kellett előállnunk, illetve kísérletekkel kellett igazolnunk a megoldás megfelelőségét és gyártási típusterveket is készítettünk. Valószínűleg nem ez a legjobb képe erről a munkáról, de én is ugye mi gondolkodtam, mint Miklós, és itt a képen Balogh Gábort láthatjuk, aki nagyon fiatal és nagyon korán hagyott itt minket. Az orvosi implantátumok terhelhetőséget vonatkozásában a hazai gyártásfejlesztés volt a feladat, itt egy térhipotézis és terhelését látjuk, itt pedig egy konkrét vizsgálatot, itt biomechanikai elemzések, terhelhetőségi vizsgálatok és javaslatok kidolgozása volt a feladatunk. A harmadik nagy blokk az anyagminőséget emeltem ki, ultranagy szilárdságú acélok, különböző kompozitok, korrózió és váló acélok, részhozalok, kerámiák, üvegek, néhány mondat erről is.
alapkutatási jelleggel kerestünk kapcsolatot a kis ciklusú, a nagy ciklusú fáradás és a fáradásos repedés terjedés között. Itt karbonszál erősítésű kompozitot, illetve üvegszál erősítésű kompozitot látunk, előbbi, fél-utóbbi polimermátrixú. Erőműi szerkezetek élettartam gazdálkodásánál itt a klasszikus törésmechanikai feladatok voltak azzal, hogy korróziós közegben és növelt hőmérsékleten kellett a vizsgálatokat végezni, itt egy szép példát látunk erre. A fáradásos repedés terjedés, itt egy KEC vizsgálatra a törött felületet egy másik anyag esetében. Kerámiák területén a dinamikus viselkedés és tribológiai viselkedés volt a középpontban. A műszerezett ütővizsgálattól a kopásvizsgálatokig, itt az ütőmű egy részletét látjuk, a kopásvizsgáló berendezést a másik képen, és az üvegek maradó feszültség elemzése kapcsán pedig vizsgálati módszert kidolgozása volt a feladat, komoly informatikai háttérrel. Itt látjuk a harc tulajdonképpen így megvalósítását, és kiragadott kép a már az informatikai feldolgozásról. Hát nagyon röviden ez volt az előző évtized, a hetedik évtizedről csak három mondatot. Azt gondolom, azt prognosztizálom, hogy változatlan fő tárgykörökkel és erősödő hangsúlyváltozásokkal tekinthetünk a évtized elé. Két meghatározó eszközbeszerzésre biztosan számíthatunk. Az egyik egy többfunkciós moduláris mikronanó felületvizsgáló rendszer, ez már megrendelt állapotban van, és egy termomechanikus fizikai szimulátor, amely azt gondolom, hogy az előző törekvéseket még inkább a kiteljesítés irányába viszi. Köszönöm szépen a figyelmet!